Ilyen héttel ezelőtt a város közgyűlése ezt a pályázatot érvényesnek és eredményesnek minősítette és lezárta. Az Alba Arena névszponzorát jelentették be a Multicsarnokban tartott sajtótájékoztatón. Januártól ugyanis Met Arena Székesfehérvár a neve, a város és a térség életében is fontos küldetést betöltő modern létesítménynek. A város közgyűlése nyílt pályázatot hirdetett, melyre két fontos, tőkerős cég is beadta a pályázatát. Met Arena Székesfehérvár lesz az aréna jövőbeli neve, mégpedig január 1-től 2028. június 30-áig tart most ez a megállapodás. A MET ezért 550 millió forintot fizet, és a korábban a klubbal kötött megállapodása a városnak pedig úgy szól, hogy ennek a 70%-a az aréna üzemeltetésére kerül fordításra, és 30%-át pedig a város át fogja adni támogatásként a klubnak. A multifunkcionális sport és rendezvény csarnokban, amellett, hogy a nemzetközi porondon is sikeresen szereplő Hidrófehérvár AV19 jégkorong csapat otthona, koncertek, szakmai konferenciák, sportmérkőzések és közösségi programok is helyet kapnak. Az aktív együttműködést is hangsúlyozta a MET Magyarország Energia Kereskedő ZRT képviseletében Szabó Gergely, regionális elnök. Egyik legfontosabb dolog az volt, hogy a Székesfehérvár az egyik legfontosabb ipari zónának a központja Magyarországon, és nekünk nagyon sok már meglévő, meg potenciális ügyfelünk is tevékenykedik itt a környéken, úgyhogy szerettük volna a MET nevét ilyen téren is emelni itt a környezetben, és miattuk is, meg a város miatt is, és az egész magyar hoki élet miatt is nagyon szeretnénk egy nagyon jó partnere lenni itt mindenkinek. A megnyitás óta eltelt néhány hónapban a legtöbbször a Hidrófehérvár AV19 jégkorong csapata és a mérkőzésre érkező szurkolók vehették eddig birtokba az Alba Arénát. Számos országból érkeztek és érkeznek is játékosok Székesfehérvárra, sőt a Szuperkupa mérkőzéseinek is otthont ad a csarnok. Gál Péter Pál, a klub elnöke hangsúlyozta, új időszámítás kezdődött a csapat életében az aréna átadásával és a csapat költözésével. Tudjuk és értjük, hogy milyen komoly kihívást jelent a városnak ennek az új arénának az üzemeltetése, az üzemeltetési feladatok finanszírozása. Így már annak nagyon örültünk, hogy a város a pályázaton keresztül egy nagyon komoly nemzetközi hátterű, de mégiscsak magyar tulajdonú céget talált együttműködő partnernek, és ezen belül természetesen külön öröm az, hogy a megállapodás keretein belül ennek a szponzorációs összegnek egy része konkrétan a csapathoz kerül. Ezt pedig igyekeznek arra fordítani, hogy továbbra is olyan csapatépítést sikerüljön megvalósítani és generálni, amivel további sikereket ér majd el a hazai jégkorong.